Nem mindennapi festmény kezd kibontakozni a Halasi Csipkeház melletti egyik társasház falán. A város legnagyobb köztéri alkotása készül. Egy lengyel művésznő és segítője dolgoznak a magasban. Ezen túl bárki, aki erre jár, tudni fogja, hogy a Csipke városába érkezett, és könnyű lesz majd útba igazítani azokat, akik a Csipkeházba igyekeznek. Csak azt kell mondani, hogy a nagy falfestmény figyeljék. A Halasi Csipke közalapítvány kuratóriuma döntött erről a dologról, hogy egy Halasi Csipke kerüljön a Csipkeházzal szemközti társasház falára. A lengyel művésznőt kértünk, Nespun nevezetű lengyel művésznőt kértünk meg a munka elkészítésére. Ő pénteken megérkezett a városunkba, és szombat reggel már neki is állt a munkának. Várhatóan kedd estére befejezi ezt a monumentális csipkefestményt. A fölkerülő csipkét Pongrácz Margit tervezte 1935-ben, most hangsúlyozom, hogy ez a művésznő ezt a csipkét a festés alapjául használta föl, tehát nem pont ugyanaz a festmény kerül föl, hanem olyan festmény kerül föl, ami jól mutat egy ekkora falon a művésznő elképzelése szerint, tehát olyan ragaszkodott a művészi szabadságához. Nespun alkotásai a világ sok pontján megtalálhatók, de ez lesz az eddigi legnagyobb munkája. A Halasi Csipke 20 négyzetméterrel lesz nagyobb, mint az eddigi rekordja Portugáliában. Ezért a művésznő nagy kihívásnak tartja ezt a feladatot. 162 darab előre elkészített sablonnal dolgoznak a helyszínen. Először megkaptam a Halasi Csipke alapítványtól pár csipkeképet, és ebből választottam. Mindent jól meg kellett gondolnom, mert eddig teljesen másféle csipkéket festettem. Azt kellett megoldanom, hogyan legyen a csipkefestmény egyszerre halasi, de egyben az én stílusom is. Így találtam ki ezt a megoldást. 5 nap volt a sablonok elkészítése, és most körülbelül 4 nap kell a festésére. A csipkés festmény megvalósítását több helyi vállalkozás is segíti. A falra kerülő speciális festék hazánkban nem volt elérhető, így azt az alkotó hozta magával. Nespun annyira megkedvelte a Halasi Csipke vonal vezetését és motivum világát, hogy még szívesen készítene Halason más alkotásokat is. Nem csak a falon fest, hanem csinálja kerámia munkákat, sok egyéb munkát. Sokan megállnak megnézni, hogy mi történik a Csipkeház mellett. A Felsőváros iskola diákjai is így tettek. A művésznő szívesen beszélgetett a gyerekekkel, ők pedig érdeklődve hallgatták, hogyan készül az óriási csipke motívum a falra. Nagyon-nagyon sokáig gondolkozott, hogy mi legyen a formája, hogy legyen benne csipke is, meg az ő stílusa is. Én nagyon megbecsülöm ezeket az embereket, hogy ennyi türelmük van mindenhez. Tehát ez nagyon nagy kincs lehet. Szerinted jó lesz ez a városnak, hogy most lesz itt egy ilyen feltűnő csipkefestményünk? Hát biztos, hogy fogja növelni a Halasi Csipkének a hírességét. Több turista, tehát ez szerintem most már Halasnak ez is egy nagy kincs. A hatalmas falfestményt a tervek szerint szerdán avatják fel.